vagyunk a Margit híd Pesti hídfőjénél, ahol 1-2000 tüntetővel állunk itt közösen, akik azért tüntetnek, mert a kormány egy lehetetlen időszakban pont mostanra időzítette a katás vállalkozási formának a megszüntetését vagy szigorítását, ami 100 000-es számban hozza kellemetlen helyzetbe a vállalkozókat. Mi azt gondoljuk, hogy ez helytelen, hiszen láthatjuk, hogy a Covid idiotizmus, a Covid álmokfutás után most jött egy háborús veszélyhelyzeti álmokfutás, és láthatjuk azt, hogy mennyire veszélyes, amikor egy kormánynak kétharmad van a kezében, amikor egy kézből eldőlhet minden, amikor az emberek feje fölött olyan kedvezőtlen döntéseket hozhatnak, mint a jelenlegi is. Mi eddig is a magyar vállalkozók, a magyar emberek pártján álltunk, a parlamentben Rockai László felé szólalt a katás vállalkozók érdekében, illetve jelenleg is a ház falai között dr. Apáti István, a Vállalkozásfejlesztési Bizottság elnöke az, aki szakmai alapokon próbálja meggyőzni a kormány képviselőit arról, hogy vonják vissza ezt az előterjesztésüket, mert egész egyszerűen nem alkalmas most, hiszen látjuk, hogy amikor az input anyagok mindenféle vállalkozási formában felmennek, akkor valahol muszáj emelniük a vállalkozóknak a díjaikat. Tehát ha még az állam is emel a terheiken, akkor az végképp ahhoz fog vezetni, hogy a magyar vállalkozó szektort végérvényesen felszámoljuk. Hadd kérdezem akkor tőletek, hogy egészen pontosan ti milyen vállalkozási területről érkeztetek, és mi az, amiért itt tüntettek most? Mindketten kreatív oldalról érkeztünk, és dolgozni akarunk. És nektek ez a vállalkozási forma akkor az, ami ezek szerint megfelel, és ami gazdaságossá teszi a ti vállalkozásotokat? Hogy ilyen gyors, milyen radikális döntést hoznak, anélkül, hogy bárkivel bármilyen szinten. Főleg egy ilyen nehéz helyzetben, mint a mostani, és látjuk. Úgy, hogy igen, az infláció, a kétszemélyi kamat. És ugye én azt mondtam itt előbb, ahogy jöttem veletek a tüntetőkkel, hogy egész egyszerűen a bekerülési költsége most már a vállalkozásaitoknak nőtt, hiszen minden input anyag drágább lett, és egész egyszerűen nem tudjátok hova a szolgáltatási díjakat emelni, mert az átlagkeresetek azok pedig nem nőttek ezzel arányosan, tehát nem tudjátok tovább hárítani azokra, akik a szolgáltatókkal próbálnak itt kezdeni, de akkor úgy látjátok ti is, hogy ez egy padhelyzet lesz, hogyha a kormány ezt tovább forszírozza. Mi azért jöttünk, mert a házfalain belül éppen most is a katásokért szólalt fel az egyik frakció tagunk, dr. Apáti István. Mi pedig kijöttünk megnézni, hogy egész egyszerűen hogyan is zajlik ez a tüntetés, és miért is emelik fel legfőbb a hangukat a tüntetők. Azt látjuk, hogy azért szép számmal összegyűltek, és az ellen az idiotizmus ellen emelik fel a hangjukat, amit a kormány éppen most megpróbál bevezetni, hiszen pont ezekben a nehéz időkben egyszerűen nem ildomos és nem helyénvaló, hogy azokat próbálják ütni, akik a magyar gazdaság motorjai kellene, hogy legyenek. Önök hogy látják ezt? Nagyjából pont ugyanígy, csak nem ilyen szépen megfogalmazva. Józan ész az, hogy mi itt vagyunk, úgy gondolom, de többet nem szeretnénk így semmilyen politikai irányba. Értem, de azért az közös cél lehet, hogy nem szeretnénk azt, hogyha ez a kedvező vállalkozási forma ez megszűnne. Valószínű, lenne jobb dolgunk is, igen. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar vállalkozók helyett a multikat kéne ütni, hiszen ők azok, akik extra profitra tettek szert itt az elmúlt időszak alatt, mégsem akarnak ebből az extra profitból sem adni, és az eddigi rekord bevételeiből sem akarnak adni a magyar államnak. Ez egyszerűen tűrhetetlen és tarthatatlan, úgyhogy természetesen mi, a Mi Hazánk mozgalom itt vagyunk, és képviseljük továbbra is a magyar embereket.